Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus mindörökké amen. Ma Szent Benedek apát ünnepe van, és ez az evangélium az ő ünnepéhez alkalmazkodik, és Szent Máté könyvéből való. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy alkalommal Péter megkérdezte, Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk? Jézus így válaszolt. Bizony, mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor az emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött. Sőt, mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvérét, nővérét, atyát, anyját, gyermekeit vagy földjét, száz annyit kap, és elnyeri majd az örök életet. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ez az evangéliumi részlet tökéletesen illeszkedik a mai ünnephez, a nyugati szerzetesség atyának, Szent Benedeknek az ünnepéhez. A közvetlen előzmény a gazdag ifjú története volt. Éppen ezt a történetet meghalva buzdult föl Szent Benedek is, hogy mindenét eladja, elhagyja a világot és szegénységben szolgálja az urat. Nem Szent Benedek élete, hanem inkább a mai evangélium az, ami fölveti bennünk a kérdést. Vajon ez a tökéletes szegénység, amit itt az apostolok mutatnak, mi lesz a jutalmunk érte? Mintha valamiféle számítás húzódnék meg a háttérben. Ez, mármint ez a számítás, és akkor még nyilván megvolt az apostolok lelkében, akik hittek az Úr Jézusban, de valami földi hatalmasságnak képzelték a messiást, akinek érdemes a jobbjára és a baljára kerülni. A hegyi beszédben az Úr Jézus első helyre teszi a boldogságok között a lelki boldogságot, vagyis a lelki jutalmat. Aki lélekben szegény, az boldog. És ha jól figyelünk, itt is hangsúlyt kap, hogy aki értem hagyja el atyát, anyját, minden vagyonát, az nyeri el az Istentől a jutalmat. Tehát itt nem önmagában a szegénység ténye a fontos, hanem a szegénység motivuma. Lehet valaki szegény, furcsa lelki is. Nem a szerethet vezérli őt, hanem a kárhozattól való félelem például. Inkább elhagyja a földi kabzsiságot, hogy mindenképpen elnyerhesse a megígért jutalmat. A cél ugyan jó, de hát a motivum valójában nem Krisztus követése. Az igazi lelki szegénység más. A motivum, mint Szent Benedeknél is, Krisztus szeretete és az ő követése. Ez nem a világ megvetése, bár sokszor így szokták apostrofálni a szegénységet, hogy a világ megvetése. Hiszen aki megveti a világot, az, és Istennek szenteli az életét, az éppen azt a világot veti meg, amit Isten teremtett, mégpedig nekünk teremtette, és nekünk is ajándékozta. Mondhatnánk, hogy ezzel Isten ajándékát veti meg. Nem a világot, hanem a kapzsiságot kell igazán nekünk megvetnünk, a világgal való visszaéléstől kell óvakodnunk. Ez egyébként kiderül Szent, Benek, Szent Benedek jelmondatából is, óra et labora, vagyis imádkozzál és dolgozzál. A munkával ugyanis, ugyanis az ember éppen a megbecsüli és megőrzi a világot, amit az Úristentől kapott, és annak minden értékét. Az igazi szegénység alapja tehát Krisztus határtalan szeretete. Ahogyan Szent Pál beszél erről, Krisztus Jézusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent el akadálynak tartok, érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tartottam, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzátartozzam. Olvassuk a Filippiekhez kezét levélben. A lelki szegénység tehát nem a jutalmat várja, hanem magát Jézus Krisztust. Az Úr Jézus szeretete azonban minden mást is megad, hiszen kire bízhatná Isten a világot, ha nem éppen azokra, akik nem rabszolgái, nem lekötelezettjei az anyagi világnak. A szegénység tehát, mint erény, megbecsüli és értékeli az anyagi világot, de a maga helyén. A szegénység pedig, mint állapot, még nem erény, főként akkor nem, ha telve van irítséggel, láma másiknak ez is megvan, meg amaz is, nekem meg nem. Ha a gazdasággal val, után való vágy van az ember lelkében, akkor az ő szegénysége egy sanyarú állapot, de nem erény. Nekünk pedig szabad jobb életre törekednünk, ez nincs megtiltva, de tudnunk kell, ami igazi kincsünk, maga Jézus Krisztus. Amen.